87-ben, vagy lehet, hogy ez 88 eleje, valahogy így az egyik moszkvai kommunista vezetői tanácskozáson valahogy mellékesen, vagy nem mellékesen, nem tudom hogy, de mondja a magyar vezetőknek Gorbacsov, hogy hát tulajdonképpen magukra számítsanak, hogyha valami gáz van, a Szovjetunió se nem fizeti ki a számlát, se nem védi meg csapatokkal őt. Hát ez lehet, hogy egy mellékmondatként volt adobva egy ilyen, Gorbacsov egy nagyon szenvedélyes pasi volt, tehát ezt nem lehet tudni, és nem volt, nem, sokszor nem gondolkozott, tehát nem lehet tudni, hogy ő most egyszerűen odavágott egy mondatot, vagy ezt mennyire gondolta komolyan, de a magyarok rendkívül komolyan gondolták, és akkor talán ez, nem is tudom, de hazajöttek, akik kint voltak, és volt egy politikai bizottság ülés, ahol elmondták rögtön a többieknek, hogy hát fiúk, baj van, mert az oroszok azt mondták, hogy itt ússzunk magunk. Tulajdonképpen minden közvéleménykutatás, most lehet ragozni, hogy nem volt több pártrendszer, mit tudom én, de végül 87-88 táján azt jelentette, hogy az országban egészében a Kádár rendszer népszerű volt. A Kádár rendszernek nem volt alternatívája. A különböző ellenzéki, félellenzéki, értelmiségi csoportokat persze valamilyen értelmiségi közérdeklődés kísérte, de hát senki nem gondolt, hogy ők fogják átvenni a hatalmat Magyarországon. Mentünk a Batthyány őrök Mécsestől a tévé felé, ugye? És akkor volt az, hogy a Mikit elkezdték verni ketten. És akkor te oda mentél, és azt mondtad, hogy ne üssék, ezt az embert ne üssék. És akkor elkezdtek téged verni, és akkor én a főgyáva oda mentem, hogy ezt az embert ne üssék, de én azt gondolom, annyira rettegtem, hogy mibe keveredek, csak azért, hogy Gyurit ne üssék. És akkor mindannyiunkat ott ütlegeltek, de aztán valahogy továbbálltunk. És onnan mentünk a tévéhez, és ott a tévé előtt ott ki beszélt. Hol a vincére gyilkolták meg az utolsó magyarországi sztálinista kirakaszfer áldozatai? Akár csak a magyar közösség felének, a Mindenti Pernek vagy a Rajkpörnek, a Nagy Imre Pörnek sem az volt a célja, hogy igazságot szolgáltasson. Egy politikai koncepciót kellett színre vinnie. A koncepció így szól. Minden, ami 1956. október 23-a és november 4-e között történt, a tömegtüntetés, a fegyveres fölkelés, a pártállam összeomlása, a többpártrendszer újjászületése és az új néphatalmi szervek létrejötte, egy összeesküvő csoport műve volt. A demokratikus ellenzéknek nem is volt igazában neve, ez egy ilyen utólag hozzávart név, az egy társaság volt, egy baráti társaság volt. Hatalom elbizonytalanodott, Kádár megöregedett. Tudni lehetett, hogy Kádár helyére jön valaki más. Gorbacsov ügyei kezdtek bontakozni. Tehát mi magunk is már olyan megerősödtünk magunkban, önbizalomban, hát például abban, hogy ez az egész szamizdat, ez működött, hogy nem lehetett elkapni. Hogy kezdődött? Első évesek voltunk, amikor már olvasta a Szabad Európa Rádió a Kárta 77 elleni tiltakozás névsorát, bezárkóztunk a szobába, és órákig, naponta többször hallgattuk meg a híreken a neveket, és minden hírekben, ahányszor felolvasták a neveket, annyiszor hallgattuk, és ültünk borzongva, hogy milyen csodálatos, hogy hány tanárunk is benne van, és hihetetlen nagy dolog volt akkor, hogy, és nagyon büszkék voltunk úgy a tanárainkra, hogy közben be voltunk zárkózva egy szobába, és ott hallgattuk.
Engem a demokratikus ellenzék tagjának a Securitate nevezett ki, amikor 1974. februárjának egyik hajnalán dörömbölni kezdett az ajtómon. Ők annak tekintettek, és ezt a kitüntetést én elfogadtam. Bőrizbe bevettek, elvittek, és szokásos dolgok, ezer ilyen történt van, az ennyi nem különösebb érdekes, nem történt velem semmi, különösen nem ültem börtönben, és a szokásos zaklatások, kidobatások, munkanélküliségek és egyébek történtek, úgyhogy 74-től datálom, igen. Túl sokat vártam, túl mély a hó. Túl boldog vagyok, túl nyomat vagyok. Én nem politika miatt kerültem bele a politikai ellenzékbe, hanem sokkal inkább a művészeti oldalról. Szóval, amikor az ember egyszer csak rájön arra, hogy a probléma az nem az, hogy nem tetszik az embereknek, amit én csinálok, hogy amit akarok csinálni, hanem a cenzúra. Mondjuk nem az vagyok, aki azt mondaná, hogy ha engedtek volna kiállítani, akkor soha nem lett előzve. Nem gondolom, hogy ez az én utam ehhez a típusú politikai ellenzékhez, vagy demokratikus ellenzékhez, de biztos, hogy én sokkal inkább ebből a művészeti oldalból indultam el, mint politikai, vagy filozófiai, vagy közgazdasági, vagy akármilyen oldalról. Azért hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez a kör, ez nagyon sokszor mondta azt, hogy az a politika, hogy nincs politika. Én azt gondolom, hogy a művészetben a szamizdatja sokkal hamarabb kialakul, mint amit mi most klasszikus értelemben szamizdatnak nevezünk. Én ezért is vagyok zavarba akkor, amikor definiálni kell, hogy mi a szamizdat. Nekem meggyőződésem, hogy víziókkal rendelkező független értelmiség, amennyiben a művészetet is ide soroljuk, azok közül azok, akik művészetet foglalkoznak, azok sokkal hamarabb rájönnek azokra a technikákra, amiket a politika iránt érdeklődők sokkal később kezdenek el alkalmazni. Az én személyes történetem, amely a rendszerváltással kapcsolatba hozható, az tulajdonképpen 68-ban kezdődik. Én egy kiskommunista családban nevelkedő baloldali idealista voltam. A kommunista kultúrának volt egy jellegzetessége, hogy habár könyvek körül forgott, nagyon könyves kultúra volt, valójában egy mesterséges műveletlenségben éltünk. És amikor a hazugsággal először szembesültünk, és az idealizmusunk elkezdett játszani, és megoldást követelt, akkor abban kerestük a megoldást először, hogy hát talán eltértek a könyvtől, talán eltértek a szkriptumtól. És ez volt a balosságnak a lényege. Ahogy fölnőttünk, ahogy nyelveket tanultunk, ahogy nyugat felé fordultunk, ahogy nyugaton is találkoztunk a csalódott ifjúsággal, amelyik egyrészt utálta mind Amerikát, mind Szovjetuniót, másrészt ki akart vonulni a világból, akkor egyszerre csak, és különösen az 1968-as csehszlovák bevonulás hatására hatalmas súlya leesett a tantusz, hogy tulajdonképpen mi egyszerűen szabadok akarunk lenni. És vége lett, meghalt az ideológia. Egy másik nagy lökés a magyar underground művészet volt. Magyarországon működött egy mára jó részt elfeledett igazi underground, amelyik az acélféle 3T politikának, tűrjük, tiltjuk, támogatjuk, a középső T-jét, a tiltást egyszerűen esszé változtatta. Tehát
mondjuk szabaddá. Egyszer azt mondták, hogy tiltva vagyunk, rendben van, köszönjük. Akkor csinálunk, amit akarunk. Na most ezek fantasztikus emberek voltak, Szentőbi Tamás volt akkoriban a legjobb barátom, Hajas Tibor költő, Jovánovics György, a szobrász, a központi gyülekezőhelyennek, az underground művészetnek, ugye a Balaton Boglári kápolna volt a 70-es években, és tulajdonképpen a Szamizdatnak az ötlete, az én részemről ezekben az avantgard kiadványokban jelent meg először, és tulajdonképpen amikor én elkezdtem kérni a politikusabb demokratikus ellenzéket, és amikor létrehoztuk később a nyomtatott Szamizdatot, akkor az lebegett a szemem előtt, hogy ez, ha bár elszigeteltlen, de lehetséges. Lehetséges megszabadulni az öncenzúrától, és ha börtönbe kell menni, mint minimális célért, ezért érdemes is. Úgy volt a történet, hogy amikor összejöttünk és elhatároztuk, hogy ezt elkezdjük, akkor elindult ez a lassú tervezgetés. És három teljesen különálló struktúrát alakítottunk, egy papírfelhozatal, papírfestékfelhozatal, ennek teljesen külön kellett lennie az elosztóhálózattól, nyomtató és elosztóhálózattól, ez volt a második. Például az első alulról fölfelé épülő piramis, a másik felülről lefelé épülő piramis, tehát nyomtató és elosztóhálózat. És a harmadik a nyilvános része a beszélőnek, a szerkesztők, akik vállalták magukat címükkel, nevükkel, és a szerzők, akik vagy álnéven, vagy valóságosan, de akikkel nyilvánvalóan nekünk érintkeznünk kellett valamilyen módon. Azért tudott fönnmaradni 10 évig a beszélő minden rendőri atak ellenére, mert ezt a három külön választott hálózatot egy évi munkával előkészítettük. Szociológiai és szervező munkával. És amikor mindez megvolt, akkor jött csak el a tulajdonképpen szerkesztés pillanata és a cím megtalálásának a pillanata. Nekem jutott eszembe, hogy olyan rendkívüli dolog, ott agyaltunk órákon át, és eszembe jutott ez a név, a beszélő. És meg a címnek a narancs volt. Az a Haraszti Miklós ötlete volt. Én a beszélőnek azt az értelmét éreztem fontosabbnak, hogy amikor mindenki hallgat, akkor van, aki beszél. Megszólalni és a szó erejében bízni, és hagyni, hogy a szó elinduljon a maga önálló útján, ez milyen fontos lenne. Ő viszont a beszélő alatt a börtönben lévő megszabott rövid barátokkal, rokonokkal való találkozásra asszociált, és így lett Rácsos. Az is egy szellemes gondolat volt, hogy ilyen módon társalgunk a társadalommal. Mert az volt a jó ebben a névben, hogy sok értelme volt. Ha a környezetét próbáljuk elképzelni a dolognak, akkor azt mondhatnám, hogy különböző ilyen underground szigetek érintkeztek, találkoztak, mozogtak, úsztak egymás felé, egymástól el, és nem csak ez a városi nyugatra néző underground volt, de volt mindenféle spontán szerveződés, a legnagyobb talán a népiek szerveződése volt, és hát az ilyen népművészeti kísérletek és kezdeményezések, ezen belül a táncházak, ami a legtöbb embert megmozgatta, és ez volt a népi írók virágzásának a korszaka, amikor volt egy pápa e fölött, ugye Illyés Gyula. Igazából egy szó választott el bennünket, ez a mi társaságunk volt az úgynevezett radikális ellenzék az ő szóhasználatukkal,
radikális azért, mert túltette magát a jogszabályok vonatkozó részén, tehát úgy tekintette Magyarországot, mint egy olyan országot, ahol sajtószabadság van, annak megfelelően, ahogy ez állt is az alkotmányban. A demokratikus ellenzéknek a hitvallás az volt, hogy mi nem valamiféle erőszakos hatalom megdöntésre szervezkedünk, vagy mi, hanem élünk a jogainkkal. És a nyilvánosság. És hogy merjen más is élni a jogaival. A demokratikus ellenzék annyiban volt kemény, hogy világos volt, hogy nem a rendszer reformjáról van szó, nem a rendszer javításáról van szó, nem a jobbításáról, és nem tudom már mik azok a kategóriák, amik akkor előfordultak, hanem hát, hogy át kell cserélni ezt a rendszert. És már egy 1987-es titkosszolgálati jelentés arról számol be, amit megkaptam, 400 oldalt kaptam tőlük, hogy 87 novemberében Bács-Kiskun megyei pedagógusoknak beszélek Kecskeméten arról, hogy rendszerváltozás lesz Magyarországon nagyon hamar, és akkor 1956-ot másképp fogjuk értékelni. Ez valószínűleg a Dunapataj könyvemről, a készülő filmről szóló beszélgetés, aminek kapcsán arról panaszkodnak, hogy szidom a rendszert és a 56-os 1956-ot forradalomként értékelem, és rendszerváltozásról beszélek. Az én 50. születésnapom volt az az apropó, amikor a 56-osoknak a jeles személyiségei és a demokratikus ellenzék jeles személyiségei összetalálkoztak, és azok az idegenkedések letörettek, amelyek, vagy oldódtak, amelyek megvoltak. Ugye, mert a demokratikus ellenzék a Lukács óvodából nőtt ki, más bázison, más alapon, mint a sokkal szélesebb 56-os ellenzék, amelyben minden árnyalat megvolt. ...1976-ban ismertem meg Vásárhelyi Miklóst. Tudnélik, elkezdtem hozzájuk járni. A gyönyörűséges lányoknak udvaroltam a Vásárhelyi Máriának. És... hát... azon vettem észre, hogy idő után már nem csak azért járok oda, hogy a Marcsinak udvaroljak, hanem mert baromi jól éreztem magam a Hankóczi utcában, ahol minden este nagy dumálások folytak, egy fantasztikus embert és egy fantasztikus házaspárt ismertem meg. Ugye Pór Editet, az anyósomat, és Vásárhelyi Miklóst, az apósomat, 77-ben elvettem a Marcsit, és ilyen módon bekerültem a családba. A Miklós, Vásárhelyi Miklós, az van hihetetlen, az optimizmusa. Tehát az állandó izé, hogy ül a rádiónál, meg nem tudom, és a tekerget is hallgatja mindenféle híreket, ugye akkor 81 szolidárnos, Lengyelország, itt mi történik, ott mi van, ezeknek az állandó elemzése, akkor a különböző külföldi emigránsokkal, hogy hogy is volt ez, akkor még mindig rutinból és megszokásból a konyhában, mert ott nincs telefon, és a szobában van, és azt lehallgathatják, mert a telefonban van valami. Egyáltalán, hogy sétálás közben, az fantasztikus, hogy megmaradnak ezek a megrögzült szokások és vélelmek és hiedelmek. És tehát ezt úgy kell érteni, hogy anyósom még a 90-es években is. Ha valamit nagyon bizalmasan, akkor gyerünk a konyhában, szóval ennyire. És szóval valami hihetetlenül hajtogatta mindig, hogy ő még bőven meg fogja élni, hogy lesz egy demokratikus Magyarország, és hogy elmennek az oroszok, és nem tudom, abszolút, és mindenki röhögött rajta. Mi is? Hát nem röhögtünk, csak mosolyogtunk, meg nem tudom. Hát ezt senki nem tudta volna megmondani. Az én
én a szakmám sajnálatos módon egy más szakma, tehát nekem mind a Siklónak úgy mindig meg kellett próbálni a nádasban előre jutni. Tehát az hogy ezek a barátaim, akik a demokratikus ellenzéket képviselték, azok ők személy szerint kiálltak a frontvonalba, hogy már nálam így nagyon nehezen ment volna. De hát persze barátaim voltak, olvastam őket, ismertem őket, egyetértettem velük, hogy mennyire volt ez nyilvánvaló. Hát késő 80-as években már egyszerű volt, mert akkor már pofánk nagy volt, mert akkor már lehetett érezni, hogy ez így nem nagyon megy tovább, illetőleg nem tudom miért a Kádár egy kicsit hogy elengedettebbek voltak, mint a szomszédos ilyen orosz megszállt ország. Tehát amitől engem igazán ismertek, az a 82-ben a Mozgó Világban megjelent cikkem volt, aminek az volt a cím, hogy a második gazdasági reform és a tulajdonviszonyok. És hát tulajdonképpen ez az a cikk, amelyikben én elég határozottan céloztam arra, hogy ez a rendszer hanyatlóban is válságban van. Most tábor szinten, tehát az egész KGST és Szovjetunió szintjén, hogy ez megy lefelé és nem tart örökké. Az ember rálép egy útra, akkor azon megy. Egyrészt... Milyen munkákat kaptál, amikor jelentkeztél a Demszkinél, hogy mindent csinálsz, amit... Hát először a nyomtatás volt, ugye a konkrét fizikai, ez egy nagyon kemény fizikai munka, a szamizdat nyomtatás, ugye ez a rámka technika, amit a lengyeleknél tanult meg a Demszki, ez önmagában két ember, és minden egyes lapot, például ez más stencil, de mondjuk ez azt jelenti, hogy minden, ja, ez egy olyankor, tehát minden egyes lapját az ember egy ilyen képkeretre felszerelt szita és a, hogy stencil papír van ráragasztva, és minden egyes lapot egy ilyen lehúzókéssel lehúz, felemeli a szitát, én kihúzom alóla, beteszem a másikat, és ez így működött. Tehát, hogy ez egy 1000-2000 példányos újságnál minden egyes lapot így nyomtattunk. Engem 83. szeptember 24-én megvertek, mert egy, hát átkövettek napokig, megállították sokszor a kocsit, átkutották, és egyszer úgy kutották át a Hankóczi Ernő utcában a Rajk Laci lakása előtt, hogy a kocsiban volt egy akkor lefordított kézirat, amit egy Szaharovnak egy cikkét a Dicájból lefordítottam kézzel, szó szerint kézirat. Egy hétig dolgoztam rajta németből, ami itt még nem volt leképelve. Tehát nem volt csak egyetlen példány. És plusz volt a Konrádnak egy levél, és ezen kívül pedig mosott ruhák, amiket anyáméknál kimostunk, és akkor ott akartunk kiteregetni, ott laktunk a Lacinál éppen. Laci nem szerette azt a lakást. És a rendőrök azok, amikor megláttak bennünket a sarkon, akkor megfordultak, utánunk jöttek, és át akarták kutatni a kocsit, és elvették a levelet, és el is kezdték átkutatni, és elvették a levelet, amit írtam a Gyurinak. Mondtam, hogy ez levéltitoksértés, és hogy csak ügyész engedélyével olvashatja el, és ő megolvasgatta. És akkor én tudtam, hogy na most ennek vége lesz. Tehát, hogy így vagy úgy, ez eldől. És akkor, ahogy olvasta, fogta a kezében a levelet, megfogtam a kezét. És hát, hogy elvegyem. És én erősebb vagyok. Tehát egy pillanat alatt tudta, hogy itt baj lesz. És úgyhogy állt az a kis rendőr, kis köpces, fogtam a kezét, és mondtam, hogy a gyűjtés, és megszorítottam egy kicsit.
Csak akkor, hát ez egy ilyen vicces helyzet, hogy... És akkor a másiknak szólt, hogy itten ellenállást tanúsítok, én megmondtam, hogy itt a törvények, meg a jog, meg a levéltitok, meg a minden. És akkor végül is ebből egy ilyen dulakodás lett, hát amiben én nem voltam passzív. Úgyhogy a végén egyszerűen nem csak leszpréztek, hanem leütöttek, tarkon ütöttek gumibottal, jó erősen. És úgyhogy a Rozi végig ordított, közben kiabált segítségért, meg minden. A gyilkosok, szóval az volt a legfinomabb megfogalmazás, amit használ. És akkor végül is kijött még egy rendőrauta, és akkor elvittek agyászkodás a Leelúton, van egy kórházunk, és ott ébredtem fel. Akkor megvizsgáltak, kiderült, hogy nagy baj nincs. És amikor fölébredtem a kórteremben, akkor azt hallottam, hogy a szomszéd ágyon valaki hallgatja a BBC-t. És ott vezető hír volt, hogy első hír, hogy engem az utcán a rendőrök igazoltatás közben leütöttek, és kórházban vagyok. Na most, akkor én arra gondoltam, hogy most csináltak politikus belőlem. Ez az a pillanat. Tehát, hogy itt eldőlt a sorsom. A 87 környékén egyszer csak azt kezdtük el megérezni, mondjuk mint szamizdat készítők, akiknek minden idejét ezt foglalta a szamizdat készítése, terjesztése, előállítása, hogy elkezdenek jönni új arcok a lakásunkon üzemeltetett butikba. Jönnek vidékről is, jönnek fiatalok is, és egyszer csak elkezd olyan száma, 87-80, inkább 87-ben már, hogy nem bírunk annyi szamizdatot előállítani fizikailag, mint amennyi. Addig mindig ugyanannyi példányban adtunk ki mindent. Semmi volt 500 példányos, volt 1000 példányos, volt 1002-es és volt 1005-ös. És ezen évekig semmi nem változott, és egyszer csak 87-ben elkezdtek a folyóiratjaink teljesen elfogyni, hiánycikkek lenni. Tehát 87-88 volt az, amikor egyértelműen lehetett érezni, hogy változások történnek, megnőtt az érdeklődés. Szabad Európa Rádió is egyre több műsort csinálta a ellenzéknek a munkáiról, egyre többször számolt be. Tehát magyarul akkor kezdődött egy ilyen érezhető változás, de ez az érezhető változás számomra még mindig nem azt jelentette, hogy meg fog bukni a rendszer, és meg fog változni valami. Minden ember szabadon születik, és egyenlő méltósága és joga van. A délutáni rendezvúmus felát közvetítjük. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja. Az akkori demokratikus ellenzékkel nem csak baráti, de szoros családi rokoni kapcsolatban is voltam, tehát kapott ott a Szabad Európa Rádió egy embert, akinek csak a telefont kellett felemelnie, és a baráti köréből tudott kapni információkat, és hát természetes, hogy akkor én is úgy gondoltam, hogy ez hasznos. Nem mintha azt mondanám, hogy akkor, mondjuk 86-87-ben tudtuk, vagy akár csak meg is sejtettük volna, hogy itt most rendszerváltozás lesz, de azért tény és való, hogy voltak emberek, akik akkor már bátran, nyíltan, saját nevükkel interjút adtak a Szabad Európa Rádiónak. Na most ebben a legelső a Korrát György volt, aki az én két gyerekemnek a papája volt, és ez azért minden bizonnyal nem mellékes szempont, egy csomó mindennek a, hogy is mondjam, a megítélésében. Jó van, a Konrád Gyuri az világéletében egy bátor ember volt, vagy még pontosabban mondva, nem igazán ismerte a félelmet, nem érdekelte. Tehát ő azonnal nyilatkozott, nem tudom a pontos évet megmondani, de ezt a Kassa Levente tudja, mert ő intézte ezeket.
És ilyen módon aztán az ő műsoraihoz magától értetődően, noha nem lelkesen, mert én soha nem voltam így a direkt politikához olyan rettentően közel is, szóval én a szívemben mindig majdhogynem fontosabbnak éreztem ezeket a gondolkodásbeli és életmódbeli változásokat. Szóval azt, hogy hát, hogy hogyan gondolkodjunk az életünkről. De hát közben bejött a nagy politika, úgyhogy akkor én szépen engedelmesen csináltam az interjúkat, hívtam föl őket, mindenkit megírjen, interjú voltam, ami kellett a Kassa műsoraihoz, és akkor itt most rögtön nagyon szeretném elmondani ezt a nagyon fontos dolgot, hogy miért volt az, hogy a Szabad Európa Rádió akkoriban a 80-as évek második felétől kezdve, egészen a szabadság eljöveteléig, amikortól már a Szabad Európára valóban nem volt szükség, hogy miért a későbbi SZDSZ-é váló, korábbi demokratikus ellenzéknek nevezett emberekkel készített interjút mondhatni csak. Ami ugye a rettenetes és tényleg hátborzongatóan kínos szabad-európai belső gyűlölködések során egy örök vádpont volt, és ha jól tudom, később is mások részéről is. Hát azért, mert senki más ezt nem vállalta. Voltak olyanok, akik telefonáltak a Kaszának háttéri információkat közölve, de akik nem vállalták magukat. Tehát úgy adtak meg információkat, hogy arra nem lehetett hivatkozni. Az, hogy a Szabad Európa Rádió csak azokkal az emberekkel közölt interjúkat és nyilvános beszélgető műsorokat, akik a liberális demokráciának voltak az alakuló szabadságban, meg még előtte a képviselői, hát az azért volt, mert ők voltak azok, akik nem féltek, akik ezt vállalták. Tart a 77 óta, először két évente tudott a bimbózó ellenzék egy akciót csinálni, aztán évente, aztán fél évente, és 88-ban jutottunk el oda, hogy havonta történtek komoly dolgok. Az én szememben 88 bírta rá az állampártot arra, hogy belássa, nincs tovább. És éjjel október 23-a! Akkor kezdték kihívóan gyakorolni emberi jogaikat legkülönfélebb szervezetek, tehát nem egyének, nem informális értelmiségi körök, szervezetek, klubok, mozgalmak alakultak százával. Akkor alakult meg a Fidesz és az SZDSZ, amelyek valódi ellenzéki szervezetek voltak, nem úgy, mint az MDF, amely hivatalosan is azt mondta, hogy a ellenzékiség és a kormánypártiság között áll valahol középúton, bár persze aztán ellenzéki párttá vált nyilván hamar. És hát azért mégiscsak összecsapott, bár nagyon szerény és viszonylag békés körülmények között, összecsaptak a demokrácia hívei az antidemokratikus állam képviselőivel és erőszakszervezeteivel, és nem tárgyalásos formában, hanem az ellenállás klasszikus formájában kezdett megszerveződni a társadalom az ellenállásra. Természetesen a késői Kádár rendszernek, vagy Grósz rendszernek, ami volt akkor, a reakció nem volt olyan erőszakos, mint másutt, de ez nem változtat azon a tényen, hogy 88-ban a társadalom jelentős csoportja saját kezükbe vették a dolgok irányítását. Azt képzelem, hogy ma más időket élünk, mint 1979-ben például, amikor a SZETA illegális keretek között megalakult.
Abban az időben nem volt értelmes és releváns dolog felvetni, hogy vajon legális vagy illegális keretek között működjünk, mert teljesen világos volt, hogy legális keretek között nem működhetünk. Csak akkor, hogyha nagyon komoly elvi engedményeket teszünk az eredeti elképzeléseinkhez képest. Ma azonban egy bomló hatalommal állunk szemben, és az a véleményem, hogyha a legalitás kereteit vesszük fel, akkor lazítjuk és tovább gyengítjük ezt a bomló hatalmat. Barátom azt mondta, volt mindig, hogy az emberi élet, a társadalom egyetlen jó ígérete, vagy egyetlen jó a társadalomban a szabadság maga. Szóval ez nagyon, nagyon, nagyon ilyen fellengzősnek tűnik, de igaz. Francel mondom, mert ma liberté se sel des autres, ez egy Bakunin szlogen, amit egyik filmem végén használtam, francel használtam film végén, azért emlegetem így. Tehát az, hogy az én szabadsága, a mások szabadsága, ezt ha értelmezed, akkor arról szól, hogy persze a szabadság az marha nagy dolog, de nem korlátozhatja a másokét. Sokan azt hitték, vagy azt akarták elhitetni, hogy ide a Magyar Televízió székházához egy ostromló tömeg készülődik a fenyegetés és a rombolás szellemétől vezérelve. Mondjuk ki együtt fennhangon, hogy ez nem igaz. Mondjuk ki együtt fennhangon, hogy rosszul ismernek bennünket azok, akik csőcseléknek tartanak. Rosszul ismernek bennünket azok, akik azt hiszik, hogy dúlásban és pusztításban lejjük örömünket. Tőlünk ne féltse senki a televíziót. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk. És ugyanígy ne féltse tőlünk senki Magyarországot. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert az is a miénk. Látvány, hogy a cenzúra megszűnvén, a fantáziának micsoda burjánzása indult, egy hihetetlen, elképesztő, őrült, délibábos, zseniális, hülye, mindenféle dolog a kitörését, egyszerűen elképesztően érdekessé vált az élet. Ha valakinek volt türelme az akkoriban megjelenő 1000 lapot, brosúrát, kiadványt, féllegális papírt elolvasni, és nekem volt, ez remekül szórakozott, nagyon érdekes volt, és a forradalmi pillanatok azért jók, mert megihletik az embereket, akik a hétköznapi formájukon fölül teljesítenek. Thank you.
amíg nem zajlott le Nagy Imre és sokszáz társának a temetése, addig állandóan a szemünkre hányták, hogy mi önjelöltek vagyunk. Minket senki nem választott meg. Nekünk nincsen mandátumunk, nekünk nincsen legitimációnk. Erre persze visszavágtunk, és nektek mi van a 99,9%-os manipulatív dolog, nem lehetett jelölni. De megváltozott a helyzet a nagy temetés után. Az a több százezer ember, aki ott méltóság teljesen ünnepelt, és akik világossá tették, hogy hatalmas tömegbázisa van az ellenzéknek és az átalakulásnak. Nem önjelöltek. Ők adták a mi legitimációnkat. Ha költőjen akarok fogalmazni, akkor a halottak segítségünkre siettek. Én még 89 március legelején még Lengyelországba mentem a szolidaritáshoz, hogy megtanítsanak engem, hogy kilépjünk ugye most már az írott sajtó keretei közül, hanem legyen nekünk is adónk, mint hogy a szolidaritásnak van lengyelszövő, és kimentem Varsóba, és a szolidaritás aktivistái megtanítottak egy hét alatt, hogy hogyan kell azt a típusú rádióadást csinálni, ami a televízió hírműsorára lehalkítja a televízió hírműsorát, bejelentkezik a szignállal, ez ment Lengyelországba, a szolidaritás szignál, és 10 percig ad, és bemondja a szolidaritás híreit. Ugyanezt a lengyel emigráció Amerikában és Londonban megszervezte a technikáját, tehát hogy hazajuttatja Magyarországra, megszervezték az én utamat Varsóba, kimentem Varsóba, úgyhogy nem ismert, a Wojteket ismertem, de nem ő várt az állomáson, mert a fénykép alapján egy konspirált személy várt engem, és én egy hétig jártam velük adni, és megtanulni videón, és gyakorlatilag is, hogy hogyan kell összeszerelni ezt az adót, és hogy hogyan kell működtetni. És kimentem ezért, hogy megtanulom 89 márciusban, hogy 89. október 23-án lesz Magyarországon a demokratikus ellenzéknek lesz egy rádiója, és az meg fog szólalni először 89. november 20, vagy október 23-án. Tehát még olyan szinten, hogy én még 89 márciusban is kimentem megtanulni ezt. De ezt a rádiót aztán nem használtad? Nem. Nem használtuk, mert akkor ugye pont aznap, mire mi tervezzük ezt az adást, addigra akkor kiáltotta ki Szűrös Mátyás a parlament előtt a köztársaságot. Országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. Rém érdekes az egész rendszerváltásnak a története, és most már eljutottunk azért oda, hogy némileg tárgyilagosabb és nagyobb áthallások nélkül lehet megvizsgálni, meg már elég sok irat áll rendelkezésre, de még igazán bizonyos személyes megbeszélések hiányoztak. Volt erre kísérlet a kerekasztal tárgyalások 10. évfordulóján, amikor az MTA és az 56-os intézet tartott egy szimpóziumon, ahol a két oldal embereit meghívták, tehát Fejtitől Mécs Imréig, és ott próbáltunk felvetni bizonyos kérdéseket, és kaptunk is őszinte válaszokat. Mondok példát, hogy 88-ban elkezdték átszervezni a Magyar Honvédségnek az irányítását, és kezdték kiszervezni a Honvédelmi Minisztérium alól. Tehát ez
azzal a veszéllyel járt, hogy akkor már világossá vált, hogy lesz köztársasági elnök, tehát egy 88-89-ben volt, és a köztársasági elnök lesz a honvédség főparancsnoka, és ha ez egy olyan személy lesz, aki a pártállamhoz szorosan fűződik, és ilyen egyetlen jelölt volt a Poskai, akkor bizony a fegyveres erőknek a beavatkozása nem zárható ki. És ezt sokan túlzottnak minősítették, túlzott félelemnek minősítették, azonban ez a 10 évvel későbbi szimpóziumon éppen Fejti György volt, de ennek is megvan a jegyzőkönyve. Volt az, aki azt mondta, hogy volt benne valami. El kell számolni az MSZMP-nek a vagyonával, nem csak fel kell sorolnia, hogy hány vagyontárgya van, hanem az eredetével is el kell számolni, és ez visszaszármazhat a közvagyonra. A régi nagy pártszékházak, pártüdőlőkből iskolák, kórházak lehetnek. És meg lehet akadályozni azt a putszerű elnökválasztást, ami útjába lehet az új Magyarországnak. És hogyha 4 igennel szavaznak a magyar polgárok, akkor megérett minden feltétel ahhoz, hogy meglegyen a szabad választás, ami egyet jelentett a rendszerváltással, és akkor talán egy boldogabb Magyarországban élhetünk. Egy történelmi jelentőség dologra emlékszem, ugye volt a 4 igenes népszavazás. 4 igenes népszavazás előtt a német nagykövetség épületében ott volt Genscher Budapesten járt, és feltétlenül találkozni akart az SZDSZ-es vezetőkkel, és Genscher akkor rendkívül idegesen és indulatosan azt mondta, hogy nem érti, amit mi csinálunk, és rendkívül felelőtlennek tart minket, ez a 4 igenes népszavazás, és nem érti azt sem, hogy mit akarunk mi a Posgaival. A Posgai az egyetlen elfogadott ember Nyugat-Európában, és Magyarország szüksége van rá, és nagyon szeretném, hogy álljunk. És hát vetemesen vitatkoztunk vele, de azért nagyon rosszul esett ez nekünk, mert leforrázott, nem erre számítottunk. Ez volt november elején. Aztán január elején egy delegáció Haraszti Mikivel és Frany Tamással kim voltam Bombam, ami ugye Bomb volt a főváros, és hát ott is fogadott minket Genscher, mert ilyen nagy emberek voltunk, mindig találkoztak velünk. És ez az utolsó találkozás, az alig 2 hónappal korábbi találkozásnak a rossz emléke volt benne, mert szorongva mentünk, hogy mi lesz itt. Kitörő örömmel fogadott, átölelt, és azt mondta, hogy mindig mondtam, hogy igazuk van, ezt így kell csinálni, nem úgy, mint a lengyelek, akik megalkuvók voltak, és cross kompromisszumot kötöttek a kommunistákkal, a magyaroknak van igaza. És ez nekem egy egész életre szóló meghatározó élmény volt, hogy a politikában bizony 2 hónap mekkora idő, 2 hónapja, még az európai vezetők azt gondolták, hogy itt valami kompromisszum kell, csak közben bedölt Németország, Lengyelország, Csehszlovákia, Románia, minden összeomlott a kommunizmus, és 2 hónap után azt teljesen átértékelték, és aztán, hogy az volt a zseniális, hogy mit csináltunk, mert nem szabad kompromisszumot kötni, hanem kell. Tehát ennyire relatív minden.